szépen kell tudni gyakorolni, tehát ne legyen az, hogy tudom én, 150 kilósan én mester jogi vagyok, hatha jogi vagyok, mert lehet amúgy másfajta joga a rendszernek, lehet valaki egy fejlett szinten, mert nem függünk az anyagi testtől, mi lelkek vagyunk, semmi közünk az anyagi testhez, de hogyha már hatha jogában vagyok mesterfokon, vagy astanga jogában, akkor legyen egyfajta teljesítmény, de alapvetően inkább a filozófia, a mélysége, a meditáció, ezek a fajta dolgok, amik a mesterséget takarják. Többek között ezt a Ritának, most a Rita a mesterdiplomáját fogja csinálni nálam, most kapta meg az anyagokat. De a három év alatt most volt három ember, aki jó, a harmadik ember, akinek ez föl van ajánlva. A Rita nem nagyon jó, ezt most nem vettük föl. Szóval, és ez pont azt hiszi, hogy már nem tudom, nagyobb hangsúly van a jogázás magasabb szintjein. Ez az ászana gyakorláson keresztül nem fogsz megvalósítani semmit. Megtanulhatod az astanga hatos sorozatot, állhatsz a könyöködön, úgyhogy ugye, mint ahogy kézenállásban csak éppen a könyöködön, vannak ilyen gyakorlatok. Mi értelme van az egésznek? Ettől nem leszed egy spirituális személy. Lesz egy ügyes akrobata mondjuk. De a jogázás magasabb szintjeit egy idő után az ászanákat keresztül lépjük. És akkor maximum azért lesz fontos az ászanázás, hogy 80 éves koromban is tudjak ülni 8 órát és meditálni. Lótusz ülésben, és ne fájjon semmi. Erre jó. Semmi másra nem való az ászana gyakorlás. Az egész ászana gyakorlás misztérium arra való, hogy egyenesen ülni, és akkor működtetni az energiákat a gerinc mentén, és semmi másra nem való. Meg arra, hogy embereket inspirálni, ugye, hogy elkezdjenek jogázni. Mert ugye az, hogy jövök, és akarok lefogyni, és egészségesnek lenni, meg kiegyensúlyozódni. Persze, jöjjön mindenki jogázni, és akkor utána ez egy nagyon jó eszköz arra. De amúgy ebben a korszakban nem nagyon megvalósítható ez a folyamat, hogy most akkor elvonulok, és akkor az ászanák, és minden. Ott is vannak a magasabb szintek. Szóval csak az ászanázással nem jutsz sehova. Csak ügyes tornász leszel, meg egészséges. Ennyi van benne ebbe. Szóval amikor valaki mesterévé válik, ezeknek a dolgoknak az nem azt jelenti, hogy ő mindenféle extrém tornagy gyakorlatokat tud bemutatni, hanem megvalósítja a jogázás magasabb szintjeit. Ugye pratyahára azt jelenti, hogy az érzékek kontrollja, dhárana, koncentráció, meditáció is gyakorlatokban jártas tud, akár órákat. Minősége változik a meditációnak. Attól lesz valaki egy mester, jóga, oktató vagy jóga, gyakorló. És ugye akkor meg a bhaktinak a folyamatán keresztül ez mind el tud mélyülni. Az ászana gyakorlás az meg ugye akkor marad egy kisegítő eszköz. Viszont egy nagyon-nagyon fontos eszköz az emberek felé. Az emberek általános tömegének hogyan tanítsuk a jogát, akkor mindenki nagyon vonzódik ezekhez a dolgokhoz. És akkor ugye, hogyha bármilyen is csinálunk ilyen dolgokat, hogy kitekert dolgok, és ez is az is csatartasz egy olyan órát, amiben esetleg te is gyakorolsz és csinálsz olyan dolgot, ami inspirál másokat, akkor az fú, igen, azt azért csináljuk, mert embereknek legyen vonzó a joga, mert mindenki arról a szintről jön, hogy hú, én akarok csinos lenni, kiegyensúlyozott, meg én is akarok ilyen dolgokat csinálni. Persze, ez tök jó. Ez jó motiváció, abszolút. Mással nem tudod motiválni, figyelj, szeretnéd tudni, hogy te lélek vagy. Hogy el már beszívtál, vagy mi van az engem? Meg van gondolva, engem nem érdekel az ilyesmi. De elkezdi jogázni, egy idő után fogja érdekelni, mert a jóga az ászana gyakorlás, már nem pláne, hogy az életmódot hozzáteszed, hogy itt mondtad nagyon jó, hogy az életmódot, hogyha hozzáteszed, akkor nagyon nagy változások lesznek. És akkor utána az ember szatmikusabban már elkezd jobban vonzódni a jóval magasabb szintjeinek a megvalósítására. Szóval nagyjából ezek a jógarendszerek, és meg fogom majd állni, nagyjából ezek a jógarendszerek, tehát karma jóga, gyána, gyána, bhakti, és akkor ugye a következő szekcióban akkor elkezdjük majd kielemezni akkor a gyána jógának a folyamatát, és szerintem ezzel itt maga is fogjuk fejezni, és akkor a következő alkalommal pedig majd beszélünk a bhaktiról, meg akkor belemegyünk egy kicsit jobban a gyakorlati részek felé, mert majd a harmadiknak sok karmák, ilyesmi. Jó? Akkor ezt most így befejezzük. Köszönöm.